külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli. Hát eddig a gyümölcspálatokra és a gyógynövényes italokra nem kellett kiterjeszteni a népegészségügyi termékadót, most már viszont visszavonult, fogy a kormány, és beáll a sorba ezekkel a termékekkel, és bizony adó fogja terhelni ezeket, tehát itt praktikusan ugye pálinkákra, és például az egyik legismertebb hazai ilyen gyógynövényes italunkra kell gondolni, hogy ez mennyiben befolyásolja majd a piacukat, mennyiben befolyásolja a keresletüket, a fogyasztásukat, azt Maros Róberttel, a Rézangyal pálinkát gyártó Angyal Kft. Tulajdonos ügyvezetőjével próbáljuk tisztázni. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Mit kell tudni ennek, vagy tudjuk-e egyáltalán a mértékét, az kiderült-e, hogy mennyivel terhelik majd a pálinka főzőket, illetve magát a pálinkát, a terméket, és ez körülbelül hogyan jön ki a végfelhasználói árban, ilyen százalékos arányban, mennyiben drágítja ezt az italt, és mit várnak attól, hogy ez hogyan hat a fogyasztásra? Igen, tudjuk sajnos. Ugye annyi történik, hogy a neta mértéke az alkoholos italok esetében ez a térfogat százalék függvényében változott eddig is, azaz, hogy hány fokos egy ital. Ez a pálinkák esetében kettő kategóriában tud beesni, a 35 és 45 közé, illetve 45 fölé. A kisebb kategóriában eddig 700 forint volt az adó, ez jövő évtől 850 forint lesz, és a nagyobbnál, tehát 45% fölött eddig 900 volt, és mostantól 1100 forint lesz. Hogyha egy ilyen hagyományos magyar pálinkáról beszélünk, az ugye általában 50 fokos, tehát ott 1100 forint nettó lesz a neta, amire ugye természetesen a jövedéki adó mellett még az áfa is rárakodik, és én ezt így gyorsan kiszámoltam, hogy ha mi ingyen állítanánk elő pálinkát, és ingyen csomagolnánk, és a láncok ezt ingyen értékesítenek, és minden 0 forintba kerülne, akkor bizony 3514 forintba kerülne 1 liter 50 fokos pálinka a polcokon. Hát, nem túl jó hír. Ezt ugye csak a 0 forintos termékre vetített adó. Ez ugye az a probléma ezzel, hogy azt most tudjuk, hogy ha bárki nem egy vidékre, vagy ott él, akkor egy olyan fél óra kérdezgetés után tud vásárolni, igaz, hogy illegálisan ugyan, de finom házi pálinkát, mondjuk 3000 forint magasságában. Aha. És ez azt jelenti, hogy már 500 forint hátrányban van a kereskedelmi főzött pálinka, ha csak az adót nézzük, de igazából ez egy 0 forintos termékre vetített adó. Ha a legolcsóbb pálinkát nézem, akkor az, mire a polcra kerül, és senki nem keres semmit rajta, akkor az 6000 forint fölött van, több mint 4000 forint adótartalommal. Tehát ez eddig is tudtuk egyébként, hogy a magánfőzésben elállított pálinkához képest a kereskedelmi főzés, az adóhátrány eddig is nagyon magas volt, mert eddig is több mint 3000 forint volt. De ez most jelentősen nő. Hát a verseny hátrányát így nagyon jelentősen növeli a magyar pálinka. Igen, de a különbség mennyi, tehát a változás mennyi? Mert ugye azért azt vegyük figyelembe, hogy egy jó pálinkának a literje, hogy a bőven 10.000 forint fölött van. Bőven, az biztos. És én úgy érzem, hogy ez a különbség, nem akarom, világért sem akarnám elbagatelizálni, tehát hogy ugye az alapprobléma az fennáll, amit mondtál, hogy a magánfőzés, vagy zugfőzés és a rendes körülmények között, és leadózva előállított pálinka között, de a korábbi helyzet és a jövőbeni helyzet között mekkora a különbség, tehát mekkora változást idéz elő a már eddig is elég magas áru, ám bár igen kiváló minőségű pálinka piacán? Hát valahol 15 és 25 százalék között. Aha. Tehát ugye ez mondjuk, egy 10.000 forintos liter áru pálinkáról beszélünk, akkor az egy 50 fokos pálinkánál az nagyjából 1400 forint, bruttó 1400 forintot alsó hangon jelent, de mivel a láncok ugye általában az adózott átadási árak viszonylatában nézik az ő árésüket. Tehát még az is nőni fog, tehát ez is rakódik rá még pluszban. Áfa nélkül, de jövedéki adó és netával, akkor ott is rakódik rá sajnos az ő árésük is. Tehát így ilyen 1400-1500 forintot jelent ez literárban az 50 fokos pálinkáknál, de mondjuk egy 1300-at várhatóan, 1200-1300-at fog jelenteni a 40-eseknél is.
Hát az a probléma, hogy egy csomó olyan viszonylag jó, tehát inkább, tehát nem a középpolcos, hanem inkább felsőpolcos külföldi párlat van, ahol már eleve ugye versenyhelyzetben volt a magyar pálinka, így elég jelentős hátránya lesz. Igen, de valójában azt kell elmondanom, hogy ez már, ez a hátrány, amit most a pálinka majd el fog szenvedni, ez már nem nagyon szomorítja a pálinkásokat. Aha. Ez lehet, hogy ilyen nagyon furcsán hangzik, mert mindenki azt gondolja, hogy ugye annak idején, amikor a netet bevezették, akkor a kitűzött cél az volt, hogy a kommerszek uralmát visszaszorítják a pálinka javára. Ugye, tehát ezt mondta a kormány 2005. Igen. január 1-től, amikor bevezették a netet az alkoholos termékekre, hogy a magyarok mennyire sok rossz minőségi hideg után elejutott kommersz italt isznak, és mivel azokra bevezetik a netát, ezért ez már segíteni fogja a pálinka előretörését. Ha megnézzük így az elmúlt három évben mi történt, akkor az látszik, hogy a kommerszek egyébként megszűntek már egyébként jóval előtte, amikor ugye 2010. szeptember 27-től Magyarországon adómentessé vált a magán- és bérfizetés. Ezt tulajdonképpen 2 év alatt kinyírta az összes nagy szezgyárnak a kommersz márka családját. Eladták a gépeiket Romániába ide-oda. Tehát tulajdonképpen a kommersz már 2015-ben nem annyira volt a polcokon. Viszont a pálinkának se segített. Annak pedig ez a, hát hogy mondjam, szóval pálinkás körökben ezt ilyen jelentős bénázásnak hívjuk. Mindig segíteni akartak a pálinkán, és mindig valahogy a pálinkások mindig a rossz oldalon álltak, amikor január 1-e következett, mert amikor bevezették a netát 2015. január 1-én, akkor 2014 decemberében minden olyan terméket bevásároltak a nagy kereskedők, amelyek utána netásak lettek. Hát olyan szintű készletfeltöltés volt 14 végén, hogy a pálinkások, akiknél azt mondták a nagykereskedők, hogy hát azonok úgyse választjuk, hogy nem veszünk pálinkát. Minden pénzüket elköltötték vodkára, vízkére és azokra a termékekre, ahol a netta a bevezetésre került. Aha. Ez nem volt jó az a 2014-ig a pálinkásoknak. Utána kicsit mentünk tovább, ugye akkor volt ez a párlat, és ez a pálinka és a 7 gyógynövényes cuccok. Ez ugye az volt a baj, nem volt túl jól megfogalmazva, ezért minden hazai előállítású vodka, viszki, kicsit keserű likőr, hasonló termékbe hirtelen megjelent 7 gyógynövény, és nem kellett netát fizetniük. Tehát a pálinka valahogy 2 éven keresztül nem sikerült előnybe kerülnie. Aztán jött 2017. január 1, ahol megemelték ezt a gyógynövény, vagy pontosították a gyógynövény koncentrációt, és valamiért ugye csak ez a egy magyar keserű likör került már ebbe a körbe be, és mindenki más meg kikerült. Ez megint nem segített a pálinkásoknak, mert 16 év végén is csináltak egy jelentős feltöltést a nagykerek, azokból a termékekből, amik eddig gyógynövényesek voltak, de most már majd újra netások lesznek. Ezért ezek meg is szűntek azóta. És akkor most van 2019. január 1, amikor ugye megszűnik ennek a híres magyar keserű likőrnek is a neta előnye, meg a pálinkájé is mi fog történni. 1 éves készletet fognak vásárolni a híres magyar gyógynövény likőrből a nagykerek. És aztán a pálinka meg most már annyira elhanyagolható, tehát annyira sikerült a teljes szegmensen belül lefaragni ezt az előnyét, hogy nem nagyon foglalkoznak már vele a nagykerek. Szóval ez az elmúlt 3 évet, ami a neta története volt, ezt pont a pálinka szenvedte meg talán a legjobban. Aha, remek. Nagyon kevés időm marad, de azért kíváncsi lennék, hogy mi lenne az ötlet, mi hozhatná ki a pálinkásokat itt ebből a gátyúból? Szerintem mondjuk a stabilitás. Igen. Hát tehát ez igazából nem ez a neta, a jövedéki adó, lehet ezzel trükközni. Aha. De szerintem, hogyha egy normális versenyhelyzet lenne, és évente nem változna a szituáció, akkor az így berendezkednének erre a pálinkafőzdék, a kereskedők, és normálisan lehetne dolgozni. És ez van még egy nagyon nagy probléma, ez a magánfőzés. Igen.
de azt hiszem arra már nincs időnk. Az a legnagyobb probléma, de nem csak a pálinkás, hanem a teljes szesziparnak. Persze, nyilván. Oké, hát nagyon szépen ezt rendbe rakjuk majd, szerintem lesz még időnk erre. Biztos, köszönjük az információkat. Jó munkát, szép napot kívánunk. Szép napot. Maros Róberttel, a Rézangyal pálinkán gyártó Angyalgyár Kft. Tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk.